Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön egy újabb Ubisoft játék, Ghost Recon Wildlands-ről. Úgy gondolom, hogy a 2016-os év, 7-es év, nem tudom, de onnantól egész 2018-ig, és állítom, hogy még 20-ig, nem lesz egy ilyen jó játék még a piacon. Nem a feltétlenül a gameplay tekintve, oké? Amúgy geci jó a gameplay, szóval így kb. Amikor megcsináltam a videót a bétáról, azt így visszavonom, mert utólag így kijátszottam a játékot, és azt a büdös kurvanyát, hát ez jó volt. De lehet, hogy nem is a gameplay miatt, mert egyszerűen geci jó volt a témája az egész játéknak, és annyira megvolt a komplexitása, hogy így mi a fasz? Te 10 éve nem láttam ilyen jó játékot. És így komolyan is. Kérlek, mielőtt megnézitek talán ezt a videót, vagy miután megnézitek ezt a videót, ugorjatok el a csatornámra, csináltam egy Far Cry 5 videót, és az a cél, Far Cry 5 az űr, amit hagyott, és kérlek, nézzétek meg, mert az a videó nagyon így összefügg ezzel, amit itt szeretnék mondani. Szóval miért gondolom úgy, hogy a Ghost Recon 5 az egyik legjobb videójáték legalábbis témaügyileg az elmúlt időkben. És az egyik legfontosabb dolog, amit kihangsúlyoztam a másik videómban Far Cry 5-ről, az az, hogy ez a játék kimer állni egy állításért. Tehát a játék állít valamit, és amellett kiáll, és emiatt maga te, a játékos úgy érzed, hogy értelme van annak, amit csinálsz. És ilyen pillanatban, legalábbis ugye a Ghost Recon Wildlands-ben a téma, ami mellett kiáll a játék, az Bolívia és a bolíviai drogkartel, ami irányítja ezt az országot, és azon drogkartelnek a működése, a nyers valósága, a fő ellenségnek a misztikus személyisége és valamilyen szintű brutalitása, ami beleépítettek a játékba, az egyszerűen fantasztikus. Továbbá ilyen apró dolgok vannak benne, hogy egy amerikai ügynökség, mint a CIA, természetesen részt vesz abban, hogy egy idegen országban idegen nemzetiségű férfiakat öljenek, vagy nőket öljenek le. Tehát megvan ez a igazságtalansága a játéknak ezen a földön. De akarjátok tudni az iróniát az egészben? A fasz bullshit social justice warrior-ok, akik mindig felszólalnak, hogy jaj, ez igazságtalan, azok most kurvára kussoltak. Tudjátok miért? Mert azt se tudja az meg, hogy hol van Bolívia. Na, az nem baj, hogy Bolíviában öljük a népet, csak a lényeg az, hogy ott, ahol fehérek laknak, ott ne öljük a népet. Szóval Bolíviában mehet. Na mindegy, amúgy a bolíviai állam az fel is szólalt a játék ellen, hogy jól tudom, ott be is tiltották, mert egy elég rossz képet fest Bolíviáról és annak a működéséről. Természetesen a Ubisoft azért kiállt a játékáért, miért is ne, és ugye meghagyott mindent úgy, ahogy volt, és ez mondjuk értékelendő a Ubisoftban, és ebből szempontból jó kiadó, és a Ghost Recon sem hagyták el, és idén is kurva sok content fog jönni a játékhoz ingyen is, úgyhogy ez egy nagyon jó pozitívum a játékban. Szóval, hol tartottam? Ja igen, és ugye a bolíviai kormány felszólalt, hogy ezt így azért talán nem kéne, mert ez így nem igaz az országunkról, de hogy őszintén egy kicsit végigjátszottam azt a játékot, azt a kurva, de elmennék Bolíviába. Nehéz nem elhinni, hogy onnan semmiféle drog nem jön ki, de hogy maga az ország, ha bármilyen szempontból is reprezentálták azt a környezetet, ami ott van, esküszöm, hogy ez egy kurva szép hely lehet. Tehát, ja, egyszer érdemes lenne elmenni Bolíviában, de csak azért, mert ezzel a játékkal játszottam, és megtapasztalta annak az országnak mondjuk így a természet szépségeit, ha bármennyire is lekövették ezeket a természeti adottságokat, de miért ne tették volna, hogy úgy. Szóval, és mind emellett ugye a játék tényleg megalkotott egy fantasztikus, misztikus főhőst, aki a brutalitás, kegyetlenség és egy elképesztő gazdasági rendszeren juttatja el a drogot
az egész világon, hogy miért mondom ezt, azért, mert én végignéztem azokat a kis videókat, amik mindig feljöttek egy küldetés után, és így egész komplexen láttam át a témát, hogy hogyan jutok el nulláról egészen a fő enemihez, és az én lépéseimre milyen lépéseket dolgoz ki a fő ellenségbe is. Dolgoztattak ki a készítők a fő ellenséggel, és ez nagyon jól meg volt csinálva. Egyszerűen érezted, hogy anyád, ezt a küldetést meg kell csinálni, mert kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a következő lépése a bossnak. Igen, igen, repetitív volt némelyik küldetés, de az open boxnak köszönhetően legalább minimum egy küldetés 10-féleképpen csinálhattál meg, de igen, repetitív, oda kell menni, le kell szedni egy kis bosszt, intelt kell gyűjteni, le kell szedni egy bosszt, ami elvezet a nagyobb bosszhoz, azt leszeded. Nincs túl sok nehézség az egész dologban. Egy haverral játszva ilyen nagyon hard szinten minden bizonnyal kihívás van, és tényleg ilyen ghostosra kell fogni az egészet, tehát über taktikusra, hogy valami történjen, és az, úgy gondolom, hogy az benne az igazi élvezet, nem az, hogy mediumon, easy-n végig rassol az egész játékot, de az is jó, mert a témára vagy kíváncsi, akkor az is jó. De ha gameplayt akarod kihívássá tenni és élvezeti, akkor azt tényleg hardon kell játszani. Szóval, hol tartott ő? Ja, igen, és emellett te, a főhős. És nagyon-nagyon ritka manapság már egy játékban, hogy a főhősnek hangja van. És ennek a főhősnek múltja van, és ez a múlt feljön, és nem csak neked, hanem a Ghost Recon felelhető társaknak múltja van, véleményük van, hozzáadni valójuk van, és néha nem is értenek veled egyet ebben az adott játékban, és miközben két mission között utazol, ezek beszélgetnek veled, egymással, hozzáfűznek a témához, a Bolíviához, és így wow! És úgy érzed, hogy része vagy valakinek az életének. Nem te vagy a hangtalan hős, és ülsz a képernyő előtt, és ott valami megtörténik előtted, beszélnek hozzád az NPC-ek, és te így önmagadnak válaszolsz, hogy igen, nem, és így próbálod beleélni magad a fantáziában. Nem, ehelyett valaki olyasmit irányítasz, mint hogyha része lennél annak az életének, mert hogy hozzáfűz dolgokat a saját múltjából és életéből, és emiatt úgy gondolom, hogy ez a komplexitás, a bolíviai drog gazdasági rendszer, amit felvázoltak a játékban, a fő ellenségnek a motivációs rendszere, a motivációja, és az, hogy megérted, tehát így a maga a bossnak az oldalára tudsz állni, hogy hát lehet, hogy neki is segítenék, mármint, hogy legyünk őszintén, tehát a játék úgy van megalkotva, hogy érezd azt a nyomást, hogyha te felszámolod ezt a drogkartelt, akkor tönkreteheted, de is jó részt tönkreteheted a bolíviai gazdaságot. Mivel, hogy ez a drogkartel munkahelyeket hozott létre, igaz, nem fizetnek túl sokat, de munkahelyeket hozott létre, hogy munkát ad az embereknek. Továbbá mindegyik bossnak egy különálló személyiséget hoztak létre, ami igen megnyerő volt mindegyik fő bossnak a személyiség, és egy bizonyos szempontból igen, tényleg megnyerő volt, és jól ki volt dolgozva. Spoiler alert, aki nem játszott a játékot, tehát most jön spoiler, úgyhogy lehet, hogy itt kell kikapcsolni, vagy áttekerd a videót. Volt egy jelenet, hogy elfogtunk egy kis bosst, és azért rá volt kattamva a drogra, és valami oknál fogva falujával az összes nőt, az összes férfit elszállít, ja nem, az összes nőt elszállítatta. Na minden, nem az elég. Elfogjuk a csávos, elviszik a kihallgató tanyára, vagy ilyen védőhelyre, és leültetjük oda, és így ott várja az asztal, tehát ez, ott várja az asztal ilyen, vagy 5-6 kokaincsík. És így, ugye így oda nyomják a fejét a karakterek, hogy na, ezt most szív fel, hogy lásd meg azt, hogy milyen a szar, amit adsz az embereknek. És így rá kényszerítik, hogy felszívjon, vagy 5-6 csíkot, és a szíve majd szétdurran. A jelenet, a zene, amit mögé vágtak, a kegyetlenség, ami amerikai oldalról is jött, nem csak a bolíviai oldalról, hogy sanyargatják a népet, dragot szállítanak a világba, stb. A kegyetlenség, ami az amerikai oldalról, a CIA részéről jött, így megdöbbentett, mert az előző bosszokkal nem ezt csináltuk. Vagy kinyírtuk őket, vagy valamiféle megegyezésre jutottunk, de mindegyikkel
ahogyan megegyezésre jutottunk, az egy nagyon érdekes volt, de ez, hogy a csávóval felszívattak nem tudom mennyi drogot, és a végén beleegyezett, hogy köpjön, az egyszerűen olyan epikre volt megcsinálva, hogy így mi a fasz? És a legnagyobb spoiler alert, jó, most már az a kérdés a játék, tehát aki kijátszott, és jön egy még nagy spoiler, a végén a boss fight, bitch please, már hogyha úgy mész végig az egészen, hogy nem az összes boss nyírod ki, egy másik véget csinál a játéknak, na mi? Szóval a végén a boss fight, mikor ez szönyöt kinyírod, az olyan volt ugye, hogy ott vagytok a nagy templomban, mindenki rászegezi a fegyvert a bossra, és az ügynöknek, a széjügynök csajnak, aki megcsörön a telefonja. És kiderült, hogy elszűnjön, ugye, egy egyezményt csinált az amerikai állammal, hogy feladja az összes kartelt, akivel dolgozik együtt, az összes bosst, cserébe azért, hogy életben maradjon, és ugye menedékjogot kapjon. És így az egész munkád, amit a játék alatt csináltál, így egy pillanat alatt romba dől. És ezt az érzést nagyon-nagyon jól kimutatták a CIA ügynökön keresztül, hogy így mi a fasz, még hogy védelmet ezért cserébe is, és amikor így a főnök így elbízza magát, hogy ő most már itt életben marad, és hogy védelmet kapott irány Amerika, akkor fogja, és így a CIA ügynök nem érdekel, ez a köcsög nem marad, életben bim, fejbe lövi. Megnézném ezt, mikor csinál ilyet egy élőben egy ilyen ügynök. Na és most akarjátok tudni a legjobbat? A dilemma az egészben, ami bennem mint játékosban keltett, az, hogy egy, tönkrement a munkám, de kettő, a jutalom, hogy hány kartert feladhat ez a csávó cserébe, lehet, hogy megéri megtenni című történet, és így ültem, és így bazd meg, le fogja lőni, bazd meg, lelője, vajon igazságos, hogy lelője, mi a faszet, de mégis csak az információ, amit adhat ez a boss a többi karterről, a szervezetekről, mindenről, az felbecsülhetetlen a drogelleni harcban. És azt egyszer csak lelövi, szóval még így döntése kaptál, és így azt a kurva, tehát így ledöbbentél rajta a mozdulaton a játéknak, amit a játékészítők csináltak. És akkor a végén volt egy kis videó, ugye az ügynöknek, a CIA ügynöknek a ilyen lezáró videója, és mondja, hogy most valószínűleg valahol egy börtönben van, gyilkosságért konkrétan, mert hogy lelőtte ezt a bosst, és ugye emiatt az a CIA nem kapta meg, amit kellett, és felvázolja, hogy miért gondolta ő úgy, hogy jó döntés volt lelőni a boszt, és nem védelmi jogot adni neki. Azért, és az volt a fő indok, és ami én bele sem gondoltam igazából, hogy ugye, ha életben hagyják, és az ő információira hagyatkoznak az amerikaiak, akkor igazából, amit kapnak, az egy diktátor lesz. Mert hogy ez a bosszok bossza bármilyen információt kiadhat, bármilyen kárterről, és az amerikaiak azt végre fogják adni, mert hogy milyen értékes információ. Konkrétan fegyvereket adnak a kezébe az amerikaiaknak, a bossnak. Úgyhogy ebből a szempontból igen, tényleg egy jó döntés volt inkább lelőni, mint hogy hagyni, hogy akár félrevezethesse a CIA-t, mint olyat. A következő dolog, és utána a legjobb, felvázolta, hogy mi volt a játékunk eredménye. Azzal, hogy lelőttük a bosszok bosszát, kisebb, tehát a fennmaradt csoportok szétszélettek, tehát a fennmaradt kartell emberei szétszélettek kisebb csoportokra, és elkezdték egymást szétszedni, és területén harcolva, és sanyargatva ugyanúgy a népet. Tehát ez jött ki a főleg. Több kisebb kartell alakult meg, egymással harcolnak a területén, és az emberek életéért. És így a kurva életbe. Tényleg? Ez most komoly? Ez meg. Ezért dolgoztál ennyit, hogy így... De ez persze akkor, hogyha csak két fő boss csinálsz meg, és utána rámész rögtön a nagy bossra. Szóval ez a befejezés így nekem, ez így nagyon tetszett. És az, hogy egy véget nem érő,
harc tud lenni ez a drog elleni küzdelem, mondjuk így ez a játékvilágon belül, nagyon-nagyon jól ki volt dolgozva. És az, hogy állításokat tettek és kiálltak amellett ebben a játékban, számomra ezt a játékot jobbá teszi, mondjuk, mint a Far Cry 5-nek, az amúgy ugye komolyra vehető témáját, amit nem tettek meg végül a készítők. De lehet, hogy a Far Cry 5 mindig is ezt akarta. Na, mindegy. Srácok, ez lett volna az én kis videóm a Ghost Recon-ről, így a mai, hogy is mondjam, Social Justice Warrior világban. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, hagyj egy kommentet neked, mi tetszett ebben a játékban, ja, azt tudnám értékelni, legalább valami jóról beszélgetünk. Facebookon megtaláltok, ugyanúgy kérdésétekkel, Discord szerverünk, videó leírásában, használjátok egészséggel. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!